Na sziasztok fiúk, lányok, én Zsi vagyok, srácok, lányok, hát a hatalmas sikerre való tekintettel folytatjuk a Lucky Trade sorozatunkat, mert hát azért, na az előző két videó igen csak menő volt pokék szempontjából, hát remélhetőleg most is majd tudunk alkotni valami hasonlót, itt láthatjátok is a kis Purit sétáltatom, gyűlnek a szívek, haladunk a Best Buddy felé, de most Norbusszal fogunk trédelni egy nagyon komolyat. Ő nem más miért, mint kért, mint egy tirtoga, a kis teknős. Tirtoga. Ja. Adom ezt a 828-ast. Ez egy szép kövér példány, mint láthatod. Majd kicsattan. Én meg felsoroltam neki egy csomó lehetőséget, és rámutatott a kartonára. Itt is ezt a középsőt kiválasztom. Ennek is se lehet az IV-ja. Majdnem 300 km van is a kettő között, szóval akkor hadd szóljon. Kartonából már nagyon illene egy jót bekaszálni. Jó, tudom, hogy ne legyek pofátlan, mostanában azért igen, csak jönnek a szépségek, de azért ebből is kéne. Nagyon best, nagyon penge fűpoké. Szépen szeletelne a rédekbe, azt tuti. Na, de nézzük, mit ad a... Mit ad a... Hát ez szar lett. Íííí, te azt a 700-át! Ezt nézzük meg még egyszer. De ezzel ijeszgetni lehetne a gyerekeket az óvodába. Olyan csúnya lett. Na mindegy, ennek adunk egy transfert. Nézzük a kis teknőcünkkel, mi lett. Hát... 13, 15, 12 lett a kicsikénk. Hát mit is mondhatnék, ez is eléggé gatya lett, no de nem baj, haladunk tovább, most többet lehet lucky trade-elni, lehet, hogy még a mai nap még le tudok egyet tolni. Specialt. Mert most valamit csinált a Nia is, négyet lehet letolni egy nap. Ami azért nem rossz, mert... Ha jön majd egy eléggé durva videóm, ahol így elég sokat trédelek, nem is tudom miért csinálom, mert több óra hosszás lesz, de figyelj, megcsinálom, mert ehhez van kedvem, érted? Miért is ne? Összedarabolom, azt majd lesz belőle valami, egy pár axevet cserélünk, ennyit elárulhatok. No de akkor majd érkezem a következő tréddel nem soká. Itt is vagyok a második tréddel, nem kellett sokat várni. Szerencsére így, hogy négyet lehet egy nap letolni, így gyorsan le is durrantjuk a következőt, mert visszaírt Gábor. No, hát most Giratinát és Zekromot fogunk trédelni. Nekem lesz a Zekrom. Jó volna abból azért egy nagyon penge példány, mert az úgy szeressem, érted? Hogy van? Ja nem, én adom a Girát. Giratinából, hát sajnos már csak ilyen fullos IV-son van, de odaadom ezt a 92-eset. 96%-os a kicsikénk, hát figyú. Hát, ha beadja 100-ra, érted, nem kell neki sokat pumpálni. Én még akkor keresek valami kis soványabb Zekromot. Ú, van itt aztán Shiny, Chilivili Zekrom, minden van. Hát van itt egy ócska boostes. Busztos kis tesi, ezt átdurrantjuk ide a papának. Úgy is van. Hát, ha valamelyik valami. Power up-olható példány lesz. By the way, power up. Megyek majd, lehet, mostanában nem. 2-3 héten belül majd kicsit csavarogni, akkor majd azért egy power up-os videót mindenképp letolunk, gyerekek. Nos, nézzük először a Zekit. Figyú! Majdnem! Olyan volt, mint amit adtam. Az is 96-os volt, az is 96-os lett. Ez sajnos számomra nem elég, mert már van egy ilyen, vagy akár ennél jobb példányom. Nem tudom, aki Stingem az milyen lehet. Nézzük akkor a Giratina. Na! Hát figyú! A Giratina az úgy volt vele, hogy ő ront egy statot magán, azt akkor így 14-14-14 all stattal beugrott. Figyú! Nem tudom, milyen Giratinái vannak Morpheusunknak, de hogyha érted. Ha olyanok, akkor lehet, hogy ez még power-up-olható példa. Én szeretem a 14-14-14-es stat, az nem egy rossz stat, az fix. De hát a kis Zekromunk az most így alakult.
Nem rossz ez, megtartjuk, hát ha tudjátok. Mindig abban reménykedem, hogy egyszerűen az IV változtatás megmarad, ő megmarad, az jó lesz. No, hát akkor most egyelőre nincsen Lucky Trader-es emberem, pedig itt állnak sorba, érted, a millió ember, Lucky Friend, már vagy 50-et ki is töröltem, aki cseszett írni. De hát majd csak keresgélek aztán, vagy remélhetőleg írnak. Aztán toljuk tovább, mert most egyelőre nincsen jelentkező. Na zúzzuk akkor tovább a jó kis Lucky Trade-eket. Igen, köhögve jön össze ez a videó, nem nagyon akarnak irkálni itt a Lucky Friendjeim. Belustultunk gyerekek, ezt a nyári lustaság megy. Meg lehet. Nos, a lényeg, most egy szolíd kis legendary trade lesz. Istvánunk szeretne egy gyönyörű, szép Raikót. Nekem meg pont van itt egy ilyen. Nézd, ez pont gyönyörű. Te jó Isten, de szép. Fix. Fix, hogy full. Én meg a 98-as kályogrék mellé szeretnék egy 100-asat. Az mellé a nem is tudom, 3, 4, 5, nem is tudom, hány 98-asban van. Van egy pár, figyú, durrancsunk oda egy 100-asat, csak úgy, hogy legyen mit power up-olni, tudjátok, ha meg lesz a 30 milla dustoska, akkor kicsit eltapsolunk belőle. Löpül a labda, löpül, nagyon kályog le. Nézzük! Hát, éppen egy hajszállal lecsúszott a százastól. Pedig nagyon ott volt. Nem sok hiányzott. Nézzük a rájkónkat. Na, ez már egy kicsikét értelmezhetőbb is. Számokban is kifejezhető a stat. 15, 13, 14. Figyú, hát egy jó 93-as. Azért ezzel már meg lehet elégedni. Candy nincs hozzá, Istvánom, de ha tetszik, akkor egy kis Rare Candy lehet, hogy durrantasz bele. Van Rare Candy? Mindjárt megnézem. Hoppá, kikelt egy tojásod. Istvánnak kireccsen a tojása. És? Hát sajnáljuk, egy volt venni. Megesik néha, hogyha belépok, akkor itt jön egy tojás ecsegtetés. Nézzük, van-e Rare Candy-e Istvánunknak. És? Nem nagyon láttam. Akkor az azt is jelenteti, hogy nincs. Jó, rendben. Hát gyerekek, következő trébe fogalmam sincs, hogy mi lesz, de ezt a Charmeleont azt fix, hogy elkapjuk. Ez az egy biztos. Meg az, hogy mindjárt zabálok egy kis humuszt pufi rizssel. Nagyon beindultam most rá. Úgy is van. Bambulunk valamit. Kis pihengetések mennek így délután, meg egy kis falatozgatás. Megvan a Charmeleonunk, de szép. Milyen sok Mega Energy van a Charizardból, már csak kéne egy jó ebből is. Nincs belőle jó, szégyen, nem szégyen, nincs. Ez milyen volt? Ez se százas. De közeledünk a 30 milla Dust közelébe. Ott meg durogtatjuk majd a Power Up-os vidinyót. Meg most még remélhetőleg becsúszik egy-két Lucky Friend ebbe a videóba is, lesz valami értelmezhető IVU trédünk is. De nem lehet mindig. Jó, az a Raikó nem volt rossz. Na majd jövök a következővel. Na akkor legyen egy kis csillogás a mostani trédes videóban. Beával fogunk trédelni, nem mást, mint gyönyörűséges Shiny Skeptile-t. Ú, az annyira szép az a poké. Olyan gyönyörű, mint a Feraligator. Egy olyat is szeretnék. Lucky-ba. Egy százasot. Shiny-t. Köszi szépen. Na, zúgszunk akkor a cserét. Hát reméljük, hogy a végére a rendszer megsajnál minket, aztán bead egy szép kis penge IV-sat.
Kepler, itt is van, én odaadom ezt a nagyobbat, ha ez nem százas. Ez éppen nem az. Figyú, ebből az IV-ból simán lesz egy fullos. Ezek ilyen közel vannak egymáshoz. Akkor várja. Akkor adom a kisebbet. Hát ez sincsen túl közel. Na mindegy, hát ha. Azért az XL Candy-t kapjuk meg érte. Megkaptuk. Szurkoljunk, szurkoljunk kérem szépen. Hú, el vagyok fáradva gyerekek. Komoly edzés után vagyok, aztán meg vagyok halva. Nem tudom, 250 fekvőt. Nagyon kakas a bicu. Na nézzük, mi van itt. Majdnem, majdnem, baby boy. Nézzük, Jari. Ó, hát te figyú. Nem lettek olyan rosszak, én azt mondom. 15, 13, 13 lett a beállé, nekem meg egy szolid 96-os. Ilyenem már van, hogyha minden igaz. Mindjárt megnézzük a shiny, meg Skepta. Ó, az pont gymben van. Igen, ez is 96-os, csak ennek a HP-ja 13-as. Közel. Közel volt. Ez meg ugye nagyon kuka. Na nem baj. Figyú! Azt mondom, ez nem volt olyan rossz így a végére, mert hogy ennyi lett volna a kis trédes videó. Nem adtam most, de azért figyú. Nem is volt olyan vészes. Hát nem lehet mindig jól járni. Nem is kell mindig jól járni. A kis Puring szépen nevelődik. Antaras is hamarosan best buddy lesz. Szóval szépen haladnak az új százas legendásaink is. Nos, hát srácok, lányok, köszönöm szépen akkor a figyelmet. Ha tetszett a Lucky Trader-es vidi, akkor csapassatok ide egy hatalmas lájkot. Ne feledd, hogyha Lucky Friend-en vagy, akkor mindenképp írjál rám, mert tudod, intézzük, hadd pörögjön, hadd zúzzuk neki. Legyen minél több százas Lucky-nk. Kell. Kell, és egyszerűen kell. Ennyi. Nos, ne feledjétek akkor lájkolni a vidit, meg ha nem vagy feliratkozva, iratkozzál fel. Csak azért, hogy miért is ne. Hamarosan találkozunk, ez fix. Az, hogy mivel, azt meg nem tudom. De addig is jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!